Bérmálási Szentmisét rendeztek május 22-én szombaton a Szegedi Szent Gellért Fórumban. Az eseményen közel 180 fiatal kapta meg a keresztény nagykorúság szentségét a Szeged Csanádi Egyházmegyében. Kis Rigó László püspök kiemelte, a szent lelket az apostolok pünköstkor kapták meg. Mi is mindannyian megkapjuk a történelemben, a kerességünkben és a bérmálkozásban. Olyan ajándék, mint minden más ajándék. Nem kötelez. Jézus nem úgy küldte el a szent lelket, hogy a villám belecsapott az apostolokba, és akkor elkezdtek talán furcsa módon viselkedni, hanem láthatatlan jelek csendben, de a belső ajándékként élték meg. És az ajándékot nagyon jól tudjuk, amikor meg akarunk valakit ajándékozni. Ha nincs időnk rá, nem gondolkodunk rajta, csak le akarjuk tudni, veszünk bármit, be se csomagoljuk, rendesen azt odaadjuk neki. Ha ilyen ajándékot kapunk mi is, gyakran előfordul, hogy még azt se vesszük a fáradtságot, hogy kicsomagoljuk, eltesszük, továbbadjuk, hogy berakjuk a szekrénybe, azt évek múlva is ott van. A Szeged Csanádi püspök folytatta. Van olyan ajándék is, amiből látszik, hogy szeretetből adták, melyet érdemes kinyitni, megnézni és használni, élni vele. A Szentlélek ajándéka is ilyen. Nem zúdítja ránk Jézus, nem azt mondja, ha tetszik, hanem ez a tietek. A Szentlélek Isten jelenléte bennünk, de nem erőszakkal, nem tör ránk, a szabadságunkat nem csorbítja, nem veszi el, hanem inkább nemesíti. Ha élünk vele, akkor a gyümölcseit is élvezhetjük. Azt kívánjuk most mindannyian a bérmálkozóknak, hogy tudatosan fogadják is Jézusnak ezt az ajándékát, a szent lelket, és éljenek is vele, hogy értelmesen, boldogan minden nehézség, küzdelem, ami nyilván rájuk is vár, ellenére értelmes és boldog életet tudjanak élni. Azok, akik személyes kapcsolatban vannak Jézus Krisztussal, azok az életben az ő lelkületével, erejével tudnak küzdeni. Kis Rigó László hangsúlyozta, reméli, hogy akik tudatosan bérmálkoznak, azok egész életükben hűséggel kitartanak Jézus mellett, mert így tudnak értelmesen élni és célba jutni. Ellene mondatok ki a bűnnek és minden cselekedetének. A bérmálkozók mielőtt megkapták a szent lelket, megújították a kerességi fogadalmaikat. Ezt követően a katolikus bérmálkozó a püspök, illetve a püspöki helynök elé állt. A bérmaszülő a bérmálkozó mögött áll és a vállára teszi a kezét. Ezzel kifejezi, hogy felelősséget vállal a bérmálkozóért.